Húzd fel a bakancsot és indulj el az erdőbe, minden recept így kezdődik az Erdő finom című kötetben. A könyv megírásakor egy erdész és egy profi séf ötvözte tudását, az érdeklődők több eddig ismeretlen, mégis könnyen beszerezhető alapanyagról olvashatnak. Mizula levél, sarkantyú virág, podagrafű. Alapanyagok abból a különleges receptkönyvből, amihez könnyedén hozzájuthatunk, ha a természetben járunk. Húzd fel a bakancsot és indulj az erdőbe. Így kezdődik minden recept az Erdő finom című kötetben, amit Béres Attila mutatott be az olvasóközönségnek. Megéheztem, amikor olvastam őket, ez az egyik. A másik pedig, hogy olyan dolgokat tanultam belőle, neveket, növényneveket, meg azt, hogy az ehető. Hát én azt nem tudtam, hogy én azt gondolom, hogy ez sokkal, de sokkal több, mint egy szakácskönyv. A kötetben évszakokra lebontva találhatjuk meg, mikor, milyen alapanyagokat tudunk beszerezni az erdőből. A különleges ételek hozzávalóinak felkutatása hosszas gyűjtőmunkát igényelt. Bozsó Gyula, az Északerdő ZRT műszaki osztályvezetője 7 évig dolgozott a könyv megírásán. Azt tudni kell, hogy az erdő a föld legösszetettebb és legbonyolultabb szárazföldi kincse, amelyet az erdészek kezelnek, óvnak, védenek és gyarapítanak, de számukra nem csak ez fontos, hanem az, hogy a generációról generációra megörökölt tudást, azt átadjuk, és ez a könyv pontosan erről szól, valójában egy fúzió, amelyben egy erdész és egy profi séf ötvezi a tudását, és megmutatja az embereknek, illetve az olvasóknak azt, hogy milyen finom ehető erdei alapanyagok vannak az erdőben. A könyv írója elmondta, már tervezik a következő részt, ami egy előzmény kötet lesz, a különleges erdei alapanyagok kerülnek majd részletes bemutatásra.